a 13. alkalommal megszervezett alkotóműhely munkájában vajdasági és külföldi művészek is részt vettek, a grafikák mellett pedig akvarellel készült alkotásokat is bemutattak. Kárpát-medencei magyar képzőművészeknek az alkotó műhely ez, hiszen most már nem csak vajdasági magyarok vesznek részt az alkotó munkába, hanem Szlovákiából, Romániából, és ez nem egy előre megfontolt szándék volt, nem egy trend, de én azt hiszem, hogy ez normális, tehát ahogy a határok légiesülnek, a művészet különben sem ismeri a határokat. A 7 éves ciklusokban tevékenykedő grafikai műhely jövőre zárja második ciklusát. A mostani periódus fő irányvonalát a térábrázolása határozta meg. Az első 7 év után volt egy nagy kiállítás, annak az volt a címe, egy 7 év ritmusa, mert az első 7 év a ritmus körül rendeződött, tehát mind téma. És a második 7 évnek lesz jövőre a befejezése, tehát a 14 grafikai műhelynek. Hát nem tudom, valami Attilának már van valami ötlete, már mondott is, tehát megint csak a térrel kapcsolatos, de egy kicsit mókásabb lesz a megközelítése. A térerő című tárlatot Boros György szabadkai grafikus művész nyitotta meg. Az akvarellek idén is gazdára találnak azon műkedvelők között, akik részt vesznek a Városi Múzeum évvégi nyereményjátékán.